Sziasztok, Sebő Küli vagyok, az Újpest Fradi minden történését kövessétek a Nemzeti Sport Online-on. Sok szeretettel köszöntjük az NSO TV nézőit, illusztris vendégei vannak a Nemzeti Sport Online televíziós stábjának. Vili, neked melyik a legemlékezetesebb meccsed a Ferencváros ellen? Hát ez nem kérdés. 98-as szezon, ugye, amikor akkor már nem voltál. Akkor volt utoljára bajnok az Újpest, ugye, ennek most lassan 16 éve. Három forduló volt talán hátra a bajnokságban, és 6 ponttal vezettünk, és mentünk az Üllői útra, tehát magyarul egy X nekünk azt eredményezte, hogy bajnokok vagyunk, tehát a Fradinotok ezzel már nem tudott minket behozni, és akkor az Üllői úton egy-egyet játszottunk a Fradival, és én rúgtam azt az egy gólt, 11-esből Hajdunak. Hova rúgtam Somát? A jobb sarokba, ahogy szoktam, úgyhogy ez egy nagyon emlékezetes meccs volt. Én úgy emlékszem, hogy ott a gólnél egy kicsit közel szaladtál a Fradi szurkolókhoz. Hát előfordult, igen, hát nagy lendülettel mentem a 11-esek neki, és igen, hát figyelj, végül is nem szerettek, na, mondhatjuk azt, hogy a Fradi szurkolók, azt elfelejtették, nem tudták, vagy elfelejtették, úgyhogy, hát de oda rúgni nagy élmény volt azért a 11-est a Fradi táborhoz, tehát az megmaradt bennem, hogy oda berúgni a sarokba. Létezik, hogy azóta nem is volt ilyen erős az Újpest? Hát egyszer volt ugye nagyon közel a bajnoki címhez. A Lacika, mióta? Ja igen, itt mondta, ez az nagy sztori volt, itt mondta, hogy a Monya eltörte az órámat. Tudod, az óra helyett azt mondta, hogy eltörte az órámat. Hopp, és kaptam egyet a Lacitól. Itt még nem voltunk annyira jobba. De később meg hogy? Később jobban lettetek? Hát később, ez benne van a játékban. Hát látszik, hogy az játékvezető nem a Fradinak fújt. Ja. Érdekes. De azért volt hangulat, nézzétek meg azért. Igen. Hát bajnok, ez normális. Milyen volt a hangulat a meccs után, a Újpest öltözőben? Hát ott mondom, mintha bajnokságot megnyertük volna. Tehát még volt hátra, tehát matematikailag még nem lettünk bajnokok, de hát itt már 99%-osan biztos volt, hogy úgyhogy ott ünnepeltünk a kis öltözőnk a ablakán. Ott ugye a szurkolótábor ott maradt, mert ugye ott jobb oldalt, hogy kinézel, ott jobb oldalt volt a szurkoló, és együtt ünnepeltünk velük ott az ablakon keresztül, úgyhogy pezsgő, minden volt. Milyen élmény egy Fradi Újpesten pályára lépni? Hát szerintem futballistának itt Magyarországon a legnagyobb élmény. Tenni nagyobb nincs. Én azért játszottam ugye később más csapatokban is, mondjuk Diósgyőrben vagy Zalaegerszegen. Ugye Zalaegerszegen volt ugye a Hali, az is egy nagy derbi volt. De hát azért nem lehet összehasonlítani szerintem ezt a sörtét semmivel. Ez így igaz, ez egyetértek. Sőt, azért ezeknek a meccseknek még az én időszakomban is az volt a még nagyobb pikantériája, hogy általában Fradi volt az első, és Újpest a második, vagy most véletlenül fordítva a Vilieknél. És sokkal nagyobb rangja volt. Bár Fradi-Újpest azért mindig Fradi-Újpest marad, és most is úgy készül mindenki rá, hogy ez a év mérkőzése.